Sziasztok, Ádám vagyok. A Tech 2-t nézitek, és a Samsung Galaxy A3-ot a Samsung Galaxy Note 4-el hasonlítjuk össze egymás mellett. Egyáltalán nem beszélhetünk hasonló kategóriáról, hiszen a Galaxy Note 4 egy csúcsmodell 5,7 hüvelykes kijelzővel, még a Galaxy A3 a maga 4,5 hüvelykes kijelzőivel csak a középkategóriában állja meg a helyét. De mégis úgy gondoltam, hogy igazából láthatjuk így, hogy a csúcsmodellhez képest milyen teljesítmény nyújt a teljesen fémházba zárt Note 4-nél olcsóbb Galaxy A3. Mind a két készülék Super AMOLED kijelzőt kapott, viszont jelentősen nagyobb a felbontás a Galaxy Note 4-en, hiszen az 2560x1440 pixeles, még az A3 esetében csak 540x960 pixelről beszélhetünk, igaz kisebb kijelzőméret mellett. Mind a két készülék Super AMOLED panellel rendelkezik, így elsőre maximális fényerőnél hasonlónak tűnik a fényerő, bár talán egy picit nagyobb azért a Galaxy Note 4 esetében. A betekintési szögek viszont elsőre jobbnak tűnnek a Galaxy Note 4-en. Kicsit olyan érzésem van, mintha egy nagyon halvány, nagyon minimálisan, de gyengébb panel került volna a Samsung Galaxy A3-as készülékbe, ami nem kizárt egyébként lévő, hogy tényleg egy olcsóbb készülékről beszélünk. A készülék előlapja akár mondhatni, hogy meg is egyezik, hiszen felül ugyanúgy, majdnem ugyanúgy kinéző hangszórót kapott, ugyanott vannak az érzékelő szenzorok, illetve a kamera is, bár a kamerát tekintve elvileg felbontásban jobb körülbelül meg a pixellel a Galaxy A3. Az oldalsó keret viszont vékonyabb a Note 4-en, alul pedig ugyanúgy megvan a középső home gombunk, illetve a két kapacitív érintő gomb is. Viszont ez esetben a Galaxy Note 4-en egy új lenyomatolvasó is került ebbe a home gomba, még az A3 esetében nem. A kijelző keret mintázata is változott, hiszen csíkos a Note 4 esetében, illetve pöttyös a Galaxy A3 esetében. Oldalról nézve mind a két készülék fém, bár a kialakítás picit változik, hiszen festett, fehér színű a Galaxy Note 4-en, még festés nélküli az A3-as készüléken, illetve a, úgymond a mintázat is, illetve a formavilág is más, hiszen teljesen egyenes az A3-nál, még be van sűjesztve a Note 4-en a készülék oldala. A hátlapot tekintve egyébként magát a készülékházat tekintve azért már jelentősebb az eltérés, hiszen amíg a Galaxy Note 4-nek csak a középső kerete fém és műanyag hátlapunk van, addig a Galaxy A3 esetében egy teljes fémházat kapunk, ami anibari, tehát nem is szétszedhető. Mind a két készüléknek kiáll a kameralencséje, egy nagyon picit, de kiemelkedik mind a két esetben. Viszont amíg a Galaxy Note 4-ben 16 megapixeles kameránk van, addig a Galaxy A3 csak egy 8 megapixeles kamerát kapott. Mind a két készülék rendelkezik vakuval, illetve egyetlen egy hangszóróval, viszont a Note 4-re természetesen került egy pucusmérős és egy S Pen. Rendszer tekintve mind a két készüléken úgy, ahogy Android 4.4.4 fut, tehát ez nagyjából még a felület is megegyezik, ugyanazok hozzávetőlegesen a widgetek is, és a felületi elrendezés is. Nem igazán látható különbség, köszönhetően annak, hogy ugyanaz a TouchWiz verzió fut. Annyi különbség van, amit itt lehet talán látni. Tehát most lehet látni, hogy itt alul megjelent egy negyedik opció is. Témákat lehet hozzáadni, illetve témát lehet változtatni a Galaxy A3 esetében, amíg a Note 4-nél nincs meg. Bezárom mind a két készüléken az összes háttérben futó alkalmazást, és megnézzük a rendszer alkalmazások indításának sebességét itt egymás mellett. Ugye a Galaxy Note 4-ben ez Snapdragon 850, még csak egy Snapdragon 410 került az A3-ba. Kétszer annyi memória van a Note 4-ben, illetve hát jóval nagyobb felbontás, azért is lehet érdekes sebességbeli eltérés. Két telefon alkalmazásos indítottam, a Note 4 jóval gyorsabban megnyitott. Névjegyzéket tekintve itt majd, hogy nem ugyanolyan sebesség, talán a Note 4 egy picit gyorsabb volt. Nézzük meg az e-mail appot, itt ez nagyjából ugyanazon a sebességen indult el. Kamera alkalmazásnál körülbelül ugyanolyan sebességre volt képes, és akkor megnézzük egyúttal, hogy a kamera milyen képet csinál egymás mellett. Készítek mind a két készülékkel egy hozzávetőleg ugyanolyan fotót, amit össze tudunk így hasonlítani.
What they did was they probably improved the bus screen. Az a helyzet igazából, hogy egymás mellé téve a két képet, ahogy mondhatni, ugyanolyan rossz. Tehát mondjuk a Note 4-en pont egy kicsit bemozdult, úgyhogy abból csinálok egy másik fotót. De igazából egy kevésbé bemozdult képnél is hasonló minőséget látni, tehát nem látok sokkal szebb eredmény, és szerintem ez nagyjából így itt is visszaköszön a telefon fotóján, hogy tényleg felületi elemek nagyjából megegyezik, nagyon minimálisan nevezném csak jobb minőségűnek a Galaxy Note 4 képét, ahhoz képest, hogy csak 8 megapixeles kamera van a Galaxy A3-ban. Ez volt tehát a Samsung Galaxy A3, illetve a Galaxy Note 4 gyors összehasonlító videója. Kövessetek minket továbbra is a tech2.hu oldalon. Sziasztok!